A meccs első kosarát a hazaiak szerezték, aztán viszont átvette az irányítást a Nyíregyháza, 10 perc játék után 8 ponttal vezettek a vendégek. A folytatásban magára talált a Vasas, a fővárosiak szép lassan ledolgozták hátrányukat, sőt a nagy szünetre már egy pontos hazai vezetésnél vonultak le a csapatok. Fordulás után sem változott a játék képe, a harmadik negyed végén már 11 ponttal állt jobban a házigazda. 7 perccel a meccs vége előtt 15 pontos hátránynál nagy hajrába kezdtek a cápák, sorra szerezték a kosarakat a vendégek, akik az utolsó előtti percben a vezetést is átvették, és végül 2 ponttal megnyerték a fordulatos találkozót. Előjött az, ami alapvetően a problémánk is szokott lenni. Ha elkezdünk játszani, és jól játszani, és kialakítunk egy előnyt, akkor azt nagyon könnyen el tudjuk herdálni, mert úgy gondoljuk talán, hogy ez a mérkőzés meg lesz, ez könnyebb lesz, és innentől kezdve már minden sinem van. Aztán, amikor adunk egy kis lélegzetvételnyi esélyt az ellenfélnek, akkor ők megfogják a ritmust, és amikor ritmusban jön egy csapat, akkor nagyon nehéz ezt megváltoztatni. Úgy gondolom, hogy ebben az időszakban nem volt megfelelően kemény a védekezésünk, engedtük a Vasasnak, hogy azt játssza, amit ő szeret, és ezzel kicsit összezavartak minket. A negyedik negyed közepétől, vagy a negyedik negyed elejétől mondhatom azt, hogy akkor talán a játékosok is úgy gondolták, hogy itt nincs más választás, le kell hozni mindent, amit csak lehet, és akkor megváltozott a játék képe, a védekezésünk sokkal jobb lett, labdákat szereztünk, és azok a könnyű kosarak, amik indításból születtek, persze extra kosarak is voltak, mert 3 pontos faltal együtt, tehát 4 pontot sikerül egy támadásban szerezni, azért mindig szükséges, de a lényeg, hogy a könnyű kosarak megszerzésével át tudtuk fordítani ezt a találkozót a mi javunkra. A mérkőzésen 19 pontot szerző Busz Iván szerint értékes győzelmet arattak a Vasas otthonában. Azt tudni, hogy a Vasas pályán mindig nehéz játszani, ráadásul idén egyik nagyobb csapat sem tudta még őket, vagy egyik nagyobb csapatot sem tudták elkapni, pedig ez jellemző volt rájuk az elmúlt években. És én tartottam picit a meccstől, az elején jól kezdtünk, de aztán a két középső negyedben be is igazolódott a félelmem, és a negyednegyedben hál' Istennek, bár 15 pontos hátrány nem sok esélyt adtam magunknak, megmondom őszintén, összekaptuk a védekezést, jött pár extra kosár, és meg tudtuk fordítani a meccset. A forduló további eredményei a következők: NTK Török Bálint BKG Prímese 59-76, Budapesti Honvéd Bonyhát 91-80, Budafok Nagykőrös 85-66, MAFC Meafsz Miskolc 99-67 és Békés Veszprém 81-111. A tabella élén a Veszprém áll 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a 16-1-es mutatóval rendelkező MAFCot. A Nyíregyháza Blue Sharks 11 győzelemmel és 6 vereséggel az 5. helyen várja a folytatást. A cápák ezen a héten nem játszanak bajnoki meccset, a jövő héten viszont 2 mérkőzés is vár Busz Ivánékra, kedden az MTK Török Bálintot, vasárnap pedig a Nagykőröst fogadják a nyíregyházi kosarasok.